Na szavaztok a gyerekek űrve csatornán, ki jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint a Farming Simulator Hard Mode csapatási, mint az örület. Figyeljetek, az a szituáció, hogy nyomjuk neki, mint meg. Nem jó, ilyen mész haver. Nyomjuk neki, mint süketek exet, mert körle az nekünk. Kicsit gondolkoztam, hogy mit csinálják. Ugye termelhetném a facskát, ott kimaradt egy csík, hogy rohadjál meg. Mindegy, ott rohagy meg. Igen, itt meg ezt is el kell indítani, ugye közben itt megállt az élet. Meg kiléptünk, beléptünk. Na, figyeljetek, azon filóztam, hogy mit kellene csinálni, ugye? És én azon arra jutottam, hogy én nem csinálom ezt a fak kitermelést, hanem lehet, hogy inkább akkor nekiállunk egy kis bérmunkázásnak. Mert az olyan jó. Látogatás, megnézegetjük, hogy... Aha, aratni kell. 7900-ért aratni kell, gyerekek, nagyon gyorsak leszünk. Figyeljetek, ugye? Azt hiszem, hogy... Jó, ez nem kicsi főterület, ugye? Ó, bazd meg. X. Mert már fő baszott. Ja, az a szitu, hogy minél gyorsabban kellene nekem összeszedni egy vetőgépre, hogy ne azzal a nyüves, pici vetővel kelljen elvetnem azokat a nagy földeket, ugye? Hanem akkor meg tudnánk venni a nem is tudom hány méteres, 6 méteres vetőt, ami egyből kultizik is, de már mindegy, mert fel van kultizva a terület, úgyhogy az nem is kellett volna. De várjátok, azon filózok, gondolkozzunk egy kicsit. Gondolkozzunk egy kicsit a traktorokon. Ugye van nekünk egy GCB-nk, ami ugye mindig le kell szántani a területet. Oké. Okay. Van nekünk egy másik, ami szemhordásra kell, meg ugye most fakitermelésen van. Az a baj, kell minden traktor. Az lenne jó, hogy egy traktort ki tudnék iktatni. Igen, és az a baj, a nagyvetőt is csak a GCB fogja tudni húzni. Gondolom, az mindenkinek világos. És most meg körbe-körbe fogok aratni. Azért, hogy gyorsabban végezzek. Megpróbálunk elfordulni. Azt a betyár, de nagyon eltaláltuk az évet, nagyon eltaláltuk. Van hozzá 23 percem, szerintem 10 perc alatt learatom az egészet. Figyeljetek meg, hogy 13 nem lesz, amire végzek. És akkor kapunk érte 7000-et, meg egy kis bónusz, talán egy 8-10000-et, és akkor eladjuk a vetőgépet, azt akkor nem fogjuk semmiképpen használni, és az nekünk jó lesz. Nem tudom, mondjuk lehet, hogy nem csak a GCB tudja húzni azt a vetőt, az nem olyan nagy az a vető egyébként. És nem akarom megnézni, nem akarom vesztegetni vele az időt. Ugye valahol ott a farmunk. Ja, hát hogyha szántani is kell, ez egy kicsit ez egy megnehezíti a dolgot. És megpróbálok elfordulni normálisan, mondjuk itt egy kicsit sarkosabb. Nem baj, a sarokot marad, inkább akkor az maradjon ott. De... Szépen, most! Nem volt a legjobb, Az a lényeg, 13-ig végezzünk, na ugye azt beszéltük. Kicsi ez a vágóasztal, nagyon kicsi. Kihúzzuk oldalra, és szedjük vissza. Ez viszont elég jól eltaláltuk ezt a zívet. Nagyon jól néz ki egyébként. Nem néz ki rosszul ez a játék. Kicsit úgy néz ki, mint hogyha izével dolgoznánk, ugye? Ilyen játék traktorokkal, meg játék kombájnál, meg ilyesmi. Ez például... Ja, itt nem koszosodik? Az ébe? Kíváncsi vagyok, 19-ben mi fog változni, mert nagyon jó lenne, hogyha valami lenne. Nyomjuk neki. Itt egy kicsit vesztegetjük a
a dolgot, de szerintem annyit nem veszítek vele, mint hogyha kimennék és fordulnék, érted? Mert akkor meg teljesen holtüzembe megy. Így azért talán egy kicsit többet. Vagy így gyakorlatilag nem veszítek annyit bele. Most egy félig vágott a vágóasztal, de hogyha kimennék megfordulni, akkor meg abban az időszakban, amikor megfordulok, tolatgatok, addig meg nem vág semmit, úgyhogy azért gondoltam, hogy ez itt talán jobb lesz. Jó lenne vadállatok, hogy így tudom, szarvas elfutna, nem ilyesmi. Mondjuk akkor mindenki az ajánlana, hogy azokat kergetné. Jó, hát azért egy olyan 8-9 ezeret biztos fogok kapni. Azt hiszem, nem is tudom mennyibe tudom eladni az én betőmet, 7-2 körül. Beugratom, rendesen berakom én, hogy én rakjam be. Akkor talán egy kicsit többet. Aztán akkor egy ilyen, még egy 10-es kellene hozzá. Ja, ott rovadjon meg az a kettő szal. Van arra 7 percem vagy 6 percem, hogy teljesítsem a saját magam elég kitűzött célt. Majd nem hiszem, hogy sikerülni fog most már így belátva. Belelátva. Balalajka. Próbál minél szélesebbet fogni szépen. Nézem ugye ott a szélét a vágóasztalnak. Nem megy gyorsabban, gyerekek, nem megy gyorsabban. Most vagyok olyan, nem is tudom, 45%-on. Aratás, bazze, nem, az azért húzós, ugye az ilyen... minek nevezik, ilyen trágyázás meg ilyenek, azok elég gyorsan szoktak lemenni ilyen bérmunkába. Hát ezzel azért nem úgy vagyunk. Jó, szűkül a föld, ugye ez nem teljesen. Gyakorlatilag ez egy ilyen trapéz alakú, ott látjátok a minimapon, ahogy ez tényleg egy trapéz alakú föld. Ja, és most vagyunk egy olyan, talán most érünk lassan az 50%-ához. 18, ugye 13-at mondtam, 5 perc van vissza addig, hogy teljesítsem, mert nem biztos, hogy sikerülni fog. Sietek, nyomom neki. Próbálkozok. Ugye itt még elég széles van, viszont elég jó körbe kanyarítottuk már. Nem baj, hogyha elhagyjuk a legvégét, vagy egy párat, ugye, az még belefér. Próbálom szedni, ennyi a fordulókör ennek a szarnak. Vagyunk egy olyan 55%-nál, 53%-nál kb. Mármint nem azért mondom a tartályt, hanem ugye amennyit kell teljesítenünk. Megfigyelitek, egész jól állunk. Itt most azt csinálom, kimegyek egyenesen és úgy fogok fordulni, hogy leszedjem az egészet, nehogy elmaradjon. Kimegyek egyenesen jobbra. Így. És akkor visszaszedem. Ez az. Jó van. Három percen majd teljesítsem, nem valószínű, hogy sikerülni fog. 13-at jósoltam, hogy 10 perc alatt végzek.
Nem lehet meg. Gondolkoztam, hogy még meg lehet, de nem. Jaj. Várjátok egy kicsit. Kikapcsoljuk. Gyorsan megyünk. Hát a másik oldalára itt meg belekezdünk. Ugye B-vel vágóasztal gyorsan kikapcsoltam. Hát most van 2 percem vissza. Tényleg ugye, hogyha gyorsan végzel, több pénzt kapsz, azért is érdemes. Na, talán. Másfél perc, a 13 percig. A gépeim meg már bőven végeztek, azért is bánom egy kicsit, hogy itt tökölünk. Most vagyunk egy 47%-nál. 47, faszt, 47, mennyi az? 75, 80%-nál. 1 perc van vissza, 13 alatt nem lesz meg, de szerintem 12 alatt meg lehet. Egész jó sat szóltam. Ami 12-ig. Nagyföldeken lehetnek bőven kaszálni a üzével. A bérmunkával csak ott aztán bazzag órákig csinálva itt a dolgokat. Ja, még 1 percet adok neki, hát még lehet, hogy még annyi, vagy annál is több kell. Tetszik ez a föld, és csak nem tudom, van-e itt híd. Ja, tudok-e menni. Vagyis ja, nem híd kell, hanem, ha jó, itt van ez. Hú, ezért is érdemes lenne venni egy darálót. És ahol nagyobb erdőségek vannak, oda lerakni, ugye van a fix daráló. És akkor az, abba be lehet ugye pakolni a fát. És azt hiszem, hogy egész jól adnak érte. Hát jobban, mint ahogy beszórod a tóba, ha jól emlékszem. Az is egy jó alternatíva lenne. De ha belegondoltok, most ezt nyesem itt, mit tudom én, 7000-ért. Ennyi idő alatt tuti, hogy ennyit kerestem volna izével és a fával is. Nem? Tudjátok, a tónál. Most bedobok 4 fát, aztán megvan a 7000, hogyha nagyobbak. Jaj már, siessük. Hát tudok, hogy mennyi bónusz fog adni, mi? Nem tudom, hogy számolja a bónuszt. Tudjátok, mi kell adni ilyet? Mert az már meg lesz ott. Gyorsan végezzünk. Nem megyek ki a végéig, mert ott olyan lassan lenne meg. Itt bőven meg lesz, nem is kell végigérnem, tudod? Tiding! Oké. Okay. Ja, na jó az, gyerekek. Ez most jó volt, 38 ezer. Na nézzük, mi a szitu. Igen, ez a jó. Nekével végeztünk. Gyakorlatilag akkor le van szánva minden. Vetni kéne, figyeljetek, kultizást akkor azt hagyjuk is. Viszont a kulti is mehet a levesbe, gyerekek, úgyhogy ez kurva jó lesz. Ez jó lesz, várjál.
Várjál, várjál, várjál. Meg is lesz talán rá a pénz. Várjátok, mindjárt meg, megoldjuk ám. Álljál meg. Kulti, várjál, kultit azt. Álljál meg. Oké. Okay. Ezt a traktort meg a kultit, ezt vissza kérem ugratnom. Ez a traktor, ez a 12-esen van, ugye? Az jó. Akkor visszaállítás, igen, és akkor... Kéne... A vetőgép visszaállítás, igen. Többet adnak érte, hogyha ott adod el azért, hogy akarom. Ezt is visszaállítás. Igen, oké. Okay. És akkor ezeket szépen eladom. És talán meg is lesz akkor az ára a nagyvetőnek. Viszonylag nagyvető, jó, nem egy olyan hatalmas nagyvető, de... Azért nem olyan kicsi. Jó, megcsináltam ezt a rátolatást. Nehézkesen mozog egyébként ezzel a manuális indításmóddal. Elejére nem lehet, nézzétek, izét rakni súlyt. Így többet ad érte, azt hiszem 7000-et ad. Nem tudom hány százalék, 20% vagy mennyivel ad többet. De akarjátok, meg is nézhetjük gyorsan. Megnézzük mondjuk P garázs. Mennyit ad így a 2600-at ad így. Megnézzük amúgy. Így meg 3100-at látjátok? Többet adott. Ja, 20%-kal. Jól satszolom így. Akkor 5000, nézzük meg a izéket, a betőket. Ami nekünk kell. Ez kell. 52000 gyerekek kell. Kell 1300, és már meg is van a szuper jó vetőnk. Kéne gyors egy bérmunka, és akkor már szerintem azzal meg is lennénk. Nézzük a 19-esen. Látogatás R. Nincsen munka. 24-es. Látogatás R. Aratni kéne, ó, ezen megőrülök. Megcsináljuk. Csináljuk meg, gyerekek, learatjuk, ez egy elég nagy kombány. Aztán akkor gyorsan izé. Gyorsan megvesszük a nagyvetőt, azt akkor csaphatjuk. Ugye izével, okosan. Ó, hogy rohagy meg, nem veszed fel. Veredhetjük akkor a nagyvetővel, és akkor nem kell kultiznunk. Akkor izé van csak ugye... Húhúhú, bazd meg, még izé nem is kell. Még trágyaznom is kell! Most jutott el a tudatom még. Trágyazni is kell, gyerekek, trágyazni is kell. Ah, nem egyszerű. Kell egy nagyon olcsó műtrágyázó, vagy valamit kell venni. Ugye azt hiszem, hogy csinálhatod... Ugyanazzal is háromszor, tehát nem muszáj permetezned, trágyáznod és műtrágyáznod. Csinálhatod azt, hogy háromszor le permetezel, vagy háromszor leműtrágyázol, és akkor ugye megkapja, úgy a lényeg, minden növekedési fázisban meg kell kapnia. Jó, hát ez nem lesz egyszerű. De viszont a műtrágyázó az olcsó, úgyhogy ez egy jó dolog. Ezt meg úgy csinálom. Ez most még nem tűnik célszerűnek, de majd a vége fele az, az lesz, gyerekek. Nem fura hangja van ennek a... Mi az? Torum? Vagy micsoda? Torum 760-as. Teszembe nem jutna egy ilyet venni, nem tudom. Kicsit olyan, mint egy kis bóvlinak tűnik. A lényeg ebből megvan. Talán még a izé is, még a műtrágyázó is megvan. Hát igen, le is kell izé, nem műtrágyáznom is, hál' Isten. Azt nem, pontosan nem tudom, hogy milyen növekedési fázisokba kell, de majd meglátjuk, hogyha leküldjük egyszer vele. Az is szeretek gépi munkást használni, megmondom őszintén az ilyen műtrágyázás, meg az ilyesmihez, meg a... meg a vetéshez, meg ugye akkor nem kell szemet töltened. Úgy azt nem intézi.
Jó, mert elég gyors. Figyeljetek, ha ide-oda tolatok, az is beletelik ennyi időbe. És nekem ne írja senki, hogy erre legyen a cső, meg arra legyen a cső. Mert ugye... Például ugye a csövet ugye általában úgy szokják aratni, hogy kifele néz, mert különben nem nagyon tudja üríteni. Ugye mellette lévő ifalra. De azért most nem dominál, vagyis mivel nem kell ürítenünk itt. La. Mindjárt megvan az 50%. Ama végzünk ez a gyereke, nem szarozunk. Figyeljétek meg, most már ugye egyre rövidülnek ezek a távolságok. És már... Pikpakká tesz, és egyre rövidülnek. Következőben még rövidebb ugye ez a távolság. Jó lesz ez nekünk, gyerekek. A hard mode nem is olyan hard. A hard mode nem is olyan hard. Még egyszer nem izeljétek be. Még nem csináltunk egy vetésforgót már. Mi nem olyan vetésforgó, amit tudja. Tudom, mi az a vetésforgó. Ugye, hogy különböző dolgokat vetsz, vagy éppen parlagon hagysz dolgokat. Nem, hanem egy olyat, hogy elszántottam, pultiztam, betettem, trágyáztam, műtrágyáztam, permeteztem és arattam. Ez még eddig nem sikerült ebbe a gameplay sorozatba, pedig azért már nem is tudom, harmadik résznél tartunk, úgyhogy azért lehet itt gubrincsolni hard módon. Már igen, 8-szor leizéltem volna, arattam volna, úgyhogy csak így lazán megyünk. Ugye nincsen például kapásból tartozás a bankba, meg ilyen apróság. Jó, felénél több megvan. Gyakorlatilag szóval két csikaszt megvagyunk, gyerek. Ezen kívül két csikaszt megvagyunk. Bocs, hogy bérmunkázunk, de ugye figyeljetek, hatékonynak kell lenni. Most nem arról szól, hogy itt izélünk, parolázunk, hogy érdekes dolgokat próbálok megmutatni. Próbálok érdekes dolgokat, inkább próbálok tanulni, hogy, vagyis tanítani, akik... Hát figyeljetek, hogyha így hard mode-ba így tudjátok nyomni, szerintem biztos sokat tudjátok egyébként. Nem azért mondom, hogy én lennék a izé Isten király ebbe, de tényleg egy ilyen tutoriál sorozatnak is inkább próbáltam ezt hozni, hogy meg hogy mennyit tudunk kihozni, meg mennyire tudunk hatékonyak lenni, érted? Ez arról akar szólni, mennyire tudsz hatékony lenni a Farming Simulator 17-ben, még hard mode-on is. Na, egy csík meg, még egy, azt meg vagyunk. Benüldög el a csávó! Jó nagy tartályunk van, vagy nagyon nem jó hozama van ennek a babnak, gyerekek. Ja, babot fogunk vetni. Azért fogunk babot vetni, többek között nem azért, mert ugye tudom, hogy a izé is, most búzát is tudunk, az is menne, és akkor gyakorlatilag ugye a babnak kevesebb a hozama, úgyhogy gyakorlatilag majdnem ugyanott vagy, mint a búzával. De ugye, hogyha egyszer kevesebb a hozama, és úgy többbe kerül, akkor ugye annyit nyersz rajt, hogy nem kell annyit fordulnod vele. Mert ugye tudom, hogy a bab az igaz, hogy drágább, de viszont annyival ugye kevesebb hozom is. Ezt ugye mindenki vágja, hogy azért ki vannak egyenlítve a dolgok. Nem olyan nagy különbségek vannak. Veressük, gyerekek, na. Kocz. Ez jó, ki van használva a területben azért. Nem sok, nem is hagytunk el semmit, aztán idővel. Hozom, az nem jó. Ennek jó fordulókör ennek a kombájnak, hallják meg, more. És nem hagytunk el semmit, ezt nagyon próbáljuk, gyerekek.
Nem? Jó, egy ide tempomatot nem tudom miért nem használom. Tudok tempomatot nyomni, Danyi? Milyen, nem lehet? De lehet. Tempomattal is tűzze megy meg, amúgy is jó. Valami bugol itt. Mindjárt vége. 5 4 3 2 Elbasztam, majdnem sikerült. Jaj, megveszük a vetőgépet, gyerekek, nem szórak hozzá. Megveszük a kultis vetőt, azt adhatjuk neki. Kultis vető, gyere ide. Tiri. Várjál. Nehogy talajzoltítás vagy ekével szántas. Itt kell ekével szántas. Ezt ne tévesszem meg benneteket egyébként. Ez nem úgy működik. Itt mindenképp kell szántás. Harmadban. Idejével elugrok érte, nem tudom mivel ugorjak. Várjál. Mennyi az izé az igénye? Ezt nem néztem meg volna. 180 paci. Figyelj, simán elviszi az izé. Ez szerintem. Na, indul meg. Mennyi ennek a... mannyia? Azt hiszem 100... akármennyi csak. 145. Hát, határeset. Jó lesz az, gyerekek, ne aggódjatok. GCP-be fogom álmozni, csak ha már itt van, akkor ezt úgyis vissza kell vittem ezt a trakit. De azt hiszem, várja már. Nem. Azt hittem, hogy az izér is. Tragyaz, de nem tragyaz. Szóval annyi kell, hogy fölkötőt terem ezt. Mi mész oda? Megpördítél, azt hiszem a tenger körül. Na. Ezt fel kell töltenem nekem. Azt hiszem van ott fog gabona. Mivel választunk magot? Elfelejtettem, ne arra úgy. Zíve. Bab. Feltöltöm. Mindenképpen, mert hogyha manuálisan akarok itt ott vetni, akkor ne az legyen, hogy nullán legyen. Ennek is eddig is ilyen izé volt, ilyen halcsos volt a tetej. Nem csak sime. Sime volt. Jó, ezt tud kultizni. De mindenképp kell a szántás. Várjátok egy pillanat. Uh-huh. Itt van a talaj. Aha, összetétele. Szántást igényel, ugye? Terménytípusok, növekedés. Jó, művelt, ez minden egy művelt. Ott mi a szar van? Ja, mert kivettem, mert ugye nem kell már. Ja. Ó, hogy mindig leállsz. Ez kevés lenne az a gép. Ezért benyomjuk. Most úgyis, ha le van szánva, utána akkor a vetést azt tudom azzal csinálni. Egyenlőre aztán majd akkor még ezért kell gép, ugye. Meg egy nagy kombány kéne. Nem lesz szám ez rossz, nem lesz szám ez rossz. Lássa, figyeljétek meg, a következő izébe leszünk már fordulóba. Ugye, hogyha egy idényt letolunk, három főt, de akkor már azért jobbak leszünk. Meglátjátok. És az a durva, hogy itt learadtam, látod jobbra, és ott le van aradva. Tehát a bérmunkák azok tényleg úgy vannak, ahogy itt tudom én. Itt nem tudom, mit kellene csinálni. Malkot egyezni, vagy akármi. Na, megyünk a izéhez. Megtöltjük. Kéri az energy-t azért az a traktor, szegény üresbe is alig tudja felhúzni rombon. Tikok előtt van, legyen víz az alapfő lényeg, gyerekek. Jaj, de jó, könnyen hozzáférhetőek itt a dolgok-e. Várja. Mivel tölt ti meg? Erre el vagy mi a tökömmel? Várja. Akkor nézd, nem hallod? Ha ugye, hogy így van ez? Ja, ez nem mag. Ja, jó van, oké. Nyugodtan, bocs. Közben rájött a keeper. Igen, ez...
Ez pull mag. Ugye nincs elosztva rajt. Nincs elosztva. Gyűjjön, csak gyűjjön. Oké. Okay. Oké, okay, gyerekek, szuper. Akkor az a szituáció, hogy meg is kezdjük az egyik főt, de... Tök mindegy, melyikkel. Megyünk arra. Csak ugye traktor cserélünk. Jó, az a súly az maradhat. Gyűszipit összem, kihasználjuk gyerekek. És akkor vedheti babbal a cuccost? Vedheti babbal a cuccost. Nem az. Nagyon tuti gyerekek. Oké, okay, jó lesz ez. Igen, kellene műtrágyazó. Tudom. Mi a legolcsóbb ilyenben? Jújjúj. Trágyaszórók. Ja nem trágyaszóró, hanem izé kéne műtrágya. Műtrágya! Van ez a hátsó. Az is 6000-be kerül! Kap be! 24 méter. Aha. 28000-é, 24, nem mindegy. Hallod? Azért ez egy kicsit odabaszna. Ez 24 méteres, ez nagyon kéne. Permetezés, vagy valami csoda? Soha nem használtam ilyet, most még annyira kell, mint az állat. A gyomláló, ugye az is mehetne? Úgy szóljon drága. Az is ugyanazt eredményezi. Permetezők. 5000. Igen, ez plusz tartály. 24000, 15 méteres. Szóval, mikor mindenképp az a... üzenjük kéne. Azt kell, gyerekek. Műtrágya szóró van. Ez kell 28000-ért, baszdmeg, itt kell egy ilyet vennem. De honnan akasszak le ennyi pénzt már megint, hallod? 28000. Honnan akasszak le 28000 pénzt, hallod? Ej, babám! Jó, az gyorsan, mert az jó. Honnan akasztunk be 28000 pénzt? Ne, figyeljetek, nem lesz jó. Nem lesz jó, mert megtrágya az nulla. Nulla. Nem jó. Nincs megtrágya, az háromszor meg kell. Nagy dilemma. Traktort nem adhatom el, basszus. Traktor az kellene, én fog később. És én ezt eladom borért. Nagyon rácsiszek. 18-23 ezer. Ezt mit csinálok ezzel, érted? Igazából nincs semmi olyan, ami felesleges lenne. Jaj, gyerekek. Dolgozni kell, azt hiszem. Dolgozni kell. Dolgozni kell, az figyeljetek, az van, dolgozni kell. 28-24 ízébe kerül. 5000. 23000-et összeget durrantanunk. Gyerekek, ez van, 23000-et összedurrantunk, jó? Na, figyeljetek, következő részben ezt az erdő sávot leduráljuk, azt berakjuk oda. Ez van, nem tudok igazából más kitalálni. Szerintem ez az opció működik. Más nagyon nem, ugye máshol nem nagyon tudunk pénzt csinálni. Kivéve az, hogy vagy bérmunkázok, vagy ez, vagy eladok valamit. Eladni nem akarok semmit. A bérmunka az volt ebben a részben, akkor a következő részben csapjuk neki, mint az őrület. Na, köszi szépen, figyelmen, jók legyetek! Következő részben akkor dolgozunk, mint az őrültek itt a hegyoldalba, és összekapjuk a 28 ezeret ugye a permetezőre, a nagyra, vagyis a műtrágyaszóróra, nem csácsumi.